Nemrég olvastam az egyik Facebook bejegyzésben, hogy a románok állítólag már 1015 óta Erdélyben tartózkodnak. Ez az információ nem állja meg a helyét, hiszen a mai románok ősei akkor még a Balkánon pásztorkodtak, valószínűleg Albánia területén. Onnan jönnek fel az oszmán hódítás miatt. De vajon akkor kik is élnek 1015 táján a mai Erdély, főleg Erdély déli részén? Hát ők nem a románok, hanem a bolgárok. A bolgár törzseknek volt az egyik ága, a blak, a vlak, ez a bulak szóból származik. Rásonyi László kiváló turkológusunk szerint ez valószínűleg valami hun utód nép. Ugye a bolgárok is ugye Csaba királyfit tekintik ősüknek, tehát ők nem egy idegen nép számunkra, hanem ugyanaz az eredetük, ugyanúgy a hunoktól és a szkítától származnak. De akkor miért is keverjük össze a blakokat és a vlakokat a románokkal? Hát azért, amikor a románok megérkeznek valamikor a 15. század környékén Erdély déli részére, ők magukba olvasszák a blakokat, és felveszik a nevüket is. Tehát a vlak, blak, az nem a románok eredeti elnevezése volt, hanem a bolgároké. Mondom, ezt nagyon sokan feltárták kutatóink közül, úgy látszik, hogy nem jutott el a széles nagy közönséghez. A román ortodox egyház nyelve hosszú ideig a bolgár volt, ugye a blakoknak, a vlakoknak a nyelve, és tőlük származnak azok az úgynevezett szláv szavak is, amik elég nagy arányban megvannak a román nyelvben. A blakkokat ugye Anonymus gesztája is említi, mint Erdély urai. Rengeteg adat van rájuk, ugye ismerték ők is a rovásírást, de senki ne gondolja azt, hogy mi azt a románoktól vettük át. Illetve azért gondoljunk bele abba is, hogy a román név valójában megint egy felvett név, ugye a római jelző, tehát a római név alapján tudjuk megfejteni, tehát ez sem a saját nevük volt. Nagyon kérek mindenkit, hogy próbáljuk meg a hiteles források, a hiteles magyar szerzők műveit osztani, ne pedig ilyen hiteltelen és történelmileg helytelen eszéket, rövid írásokat terjesszünk.